Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő most nyitott lesz érzelmekről beszélni, kimutatja az érzelmeit, ugyanúgy, ahogy ezen a kártyán látható ez a szerelmes pár, ami utal a jelenlegi helyzetre. Nem csak te szereted őt, hanem ő is szeret téged, és itt van ez a fő lelkész, tehát megszenteli ezt a párkapcsolatot. Most megtekintjük azt, hogy mi a terve, min gondolkozik el. Itt ezen a képen látható egy életút, de ott van mellette a ravasz róka, tehát a hamisság. Azok lehetnek mások, akik keresztezik az ő életútját, hazudoznak neki, becsapták őt, de ez az út jelentheti az ő életútját is, hogy hamis, rossz úton jár, és kellenek most a változások. Megvan itt a remény, hiszen megjelenik ez a hajó, és ez pontosan ezt szimbolizálja. Amit még a hajó jelent, utazások, külföldi kapcsolatok, az számára egy rossz út, vagy itt vannak ilyen hamis emberek, akik becsapják őt. Amit még ez a hajó jelent, ez egy belső út, az erősíti az ő hitét, mint ahogy itt a képen látható, hisz ebben a szerelemben, tehát vannak itt változások. A következő kártyák utalnak az ő érzelmeire. Itt ezen a képen látható egy ajándék, vagy megajándékoz ő téged, vagy te vagy az ő életében, mint egy nagy ajándék, aminek örül, hiszen szerencsét hoz ez a szerelem, és hamarosan kapsz egy jó hírt tőle, megajándékoz valamivel. Itt látható a szerencse és a boldogság. A következő kártya azt fogja mutatni, miért szeret téged. Itt, ezen a képen látható egy szerelmes pár, ugyanúgy, mint itt, és egy szerenád, mint Rómeó és Júliában, és reméljük, hogy másképp alakulnak a dolgok, mint Shakespeare művében. De visszatérve a kártyára, itt látható ez a kehely, és az utal a víz elemére, tehát érzelmekről van itt szó, hiszen a víz eleme ezt szimbolizálja. Azon kívül a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus indul az életben. Most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Az első képen látható egy fiatal fiú, aki kezében tartja ezt a botot, de nem néz körül, hogy mi van körülötte, hanem figyel erre a botra, mert meg kell, hogy ismerkedjen vele. Minden olyan új, ezek új lehetőségek. Ez a bot szimbolizálja a tűz elemét, és itt erőről, bátorságról, lelkesedésről és egy testi kapcsolatról van szó. Ez a fiatal férfi még olyan bizonytalan, és ez lesz a kezdet, ez lesz az ő tartása, de hamarosan úgy érzi magát, mint egy király, elfoglalja ezt a trónt, és kezébe veszi ezt a kardot, amivel elvágja a félelmeket, a bizonytalanságokat. Amire ez a kard még utal, ez a levegő eleme, a könnyűség, a gondolatok, a tervek, és a kommunikáción, hova vezet, itt láthatóak a kelyhek, ami az érzelmekre utal,
A római 10-es szám ugyanúgy, mint itt látható, szintén a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik, egy új ciklus az életben. És most megtekintjük azt, hogy érint ez téged, hogy viselkedj vele szemben. Ez a kártya itt azt jelenti, hogy te úgy érzed, hogy őt még fogva tart valami, egy bizonyos helyzet, amiből szeretne kilépni, vagy van valaki a háttérben, aki megpróbálja őt fogva tartani. És ez számára szomorú, olyan, mint egy börtön, és szeretne innen kiszabadulni. Megvan erre a remény, hiszen erre utal itt ez a kártya. De visszatérve erre a képre, ez azt is jelentheti, hogy te érzed magad fogva, mert félelmeid vannak, hogyan tovább, lehet, hogy elveszíted őt, vagy kezd egy másik párkapcsolatot valakivel, viszont itt látható a remény, hogy jóra fordulnak a dolgok, tehát bízzál benne, bízz ebben a szerelemben. És ez olyan, mint egy kincs, ajándék, de visszatérve az első kártyára, itt erre a börtönre, aminek szimbolikus jelentése van, és utalhat arra, hogy te érzed fogva magad, mert félelmeid vannak, félsz attól, hogy elveszíted őt. És a második kártya utal a reményre, tehát tedd át magad ezeken a félelmeken, mert minden jóra fordul, és itt ezen a képen látjuk a kincseket. Ez utalhat nyereményre vagy anyagiakra, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és jelenti az értékeket, hogy te vagy értékes számára, vagy ez a szerelem értékes számodra, jelenti a belső értékeket is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tender Rá!